liberális módra. Nincsenek láthatatlan törvények, amelyeket nem tudjuk pontosan ki adott nekünk, de nekünk tiszteletbe kell tartani, ez mind nincs. Eljött az átlátható világkorszak. Én most fölidézek néhány mondatot ebből a kormányprogramból, hogy lássák, hogy ami történt, a legnagyobb vitát kiváltó ügyek esetében is az volt, amire várunk. Általában is fontos, hogy az ígéret szót mellőztük a politikai kultúrában az elmúlt három évben, mert ha az ember képes, hogy a választási programját beletegye a kormányprogramba, akkor többé nem ígéretről kell beszélni, hanem vállalásról. Ez egy nagy különbség. Tehát nekünk, a mi pártunknak, a mi kormány nem ígéretei vannak, hanem vállalásai. Igyekszik teljesíteni. Tehát a néhány mondat előtt is, a győztesnek nem igaza van, hanem feladata. A győztestől nem azt várják, hogy bizonygassa az igazát, hanem azt tegye a dolgát és teljesítse a feladatot. Vagy egy meglepő mondat. Elmúlt három évben homályban betett. A demokratikusan létrejött nemzeti egységnek természetes részét képezi a mindenkori ellenzék. Fontos folytatás, mégpedig ellenzékként. Vagyis a kormányzó többségtől eltérő vélemények, szempontok megfogalmazójaként egy szószól teszik. Márha bejönnek az ülésterembe. Tisztában vagyunk azzal is, hogy nekem és kormányomnak az ország háromharmadát a magyar nemzet egészséggel képvisel. Vagy a magyarok gyökeres és alapvető változást akarnak az élet minden területén, nem pusztán módosításra, kiigazításra adtak felhatalmazást, hanem arra, hogy a nemzeti együttműködés erejével új politikai, gazdasági és társadalmi rendszer, mondhatnám modellt alkossunk, ami az élet minden területén új szabályokra épít. És hogy még erősebb mondatot is idézek, a kétharmados többségű felhatalmazással a választók megbízták az új házat és az új kormányt, hogy demokratikus eszközökkel forradalmi változásokat vigyen véghez a legfontosabb nemzeti kérdésekben. Ez van a kormányprogram. Kitagadhatnál, hogy pontosan nem tettük az elmúlt három évben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek fontos mondatok, ezeket ma is magunkénak valljuk, és az elmúlt három év alapján megállapítható, hogy hülyek is maradtunk ezekre a mondatokat. Öt nagy nemzeti ügyet jelöl meg a kormányprogram, ezekről mondok most néhány szót. Az első vállalása a programnak úgy hangzik, hogy vállaljuk, hogy talpra állítjuk a magyar gazdaságot. Mindenki tudja, hogy milyen állapotok voltak 2010 nyarán. Államháztartás, költségvetési hiány, recesszió, árak nőttek, az IMF tartotta életben az országot, nem a saját lábunkon álltunk, hanem másokért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A legfontosabb filozófiai különbség a gazdaságpolitikában. A között, ami eddig volt, és a mi politikán között az az, hogy szerintünk szégyen más pénzén élni. Szégyen. Az előző kormányok szerint érdem. Más pénzén élni, az azt jelenti, hogy az ember elveszíti az önbecsülését. Persze nem vágják minden nap a szemébe, hogy te német pénzzel jössz. De azért nem vágják a szemébe, hogy úgyis tudja mindenki. És ez be is épül a fejedbe. Az az ország, amelyik nem a saját pénzéből él, nem a saját lábán áll, annak nem lehet önbecsülése. Illetve ha van, az frázis és ufogtatás. Nincs meg a nemzeti önbecsülés gazdaság erkölcsi alapja. Ezért fontos dolog, hogy egy ország mindent megtegyen azért, hogy ne más pénzén éljen, hanem a saját teljesítményéből tartsa magát. A második, éppen ezért az első teendők az volt, hogy még 2010 őszén, ahogy udvariasan mondani kell, orderly close, vagyis rendben lezártuk a IMF-re való együttműködésünket. Ez azt jelenti, hogy a parlamentek. Mi pedig maradtunk, és megköszöntük az eddig segítséget, és azt mondtuk, hogy ezen túl majd mi magunk is meg tudjuk oldani ezt a problémát, amit úgy hívnak, hogy a magyar gazdaság finanszírozása. Gatyába is ráztuk a költségvetést, rekord mélységbe szorítottuk a hiányt, és a piacokról finanszírozunk Magyarországot. Én nem akarom azt mondani, hogy a magyar gazdaság már erős, ezt akarnám, de nem volna értelem, mert nem igaz. Ezért nem mondhatom, hogy a magyar gazdaság már erős. De hogy talpra állítottuk, az tény. És hogy ma az európai gazdaság egyik, és az európai kontinens egyik legígéretesebb gazdasága, ez is tény. Önök már nem emlékeznek rá, fölteszem, de hadd idézem ide, hogy Magyarországon 10 millióan élünk. 2010 júniusában Magyarországon 1 millió 800 ezer adófizető volt. Ennyien fizettek a
ország, amelyet 1.800.000 ember adójából próbál fölragadni. Lehetetlen. Ez jól mutatja, hogy micsoda nagyságrend volt, már a változásnak milyen nagyságrendje volt az, amit vállalnunk kellett. Ma egyébként közel 4.000.000 ember tett az ott, hiszen aki dolgozik, az valamilyen adófizet is. Tehát 4.000.000 ember körülbelül 4.000.000 adófizető polgár tartja. A másik vállalásunk a szociális biztonság megteremtése volt. Nos, magyarok talán megtanulták 2010-ben, szeretnénk mondani, hogy ha már a Kádárai összeomlásunkat nem tanultuk meg, akkor most a második összeomlásra megtanultuk. Az eladósodásnak az a vége, hogy elpárolog, megszűnik a szociális biztonság. Tehát aki hiteltől akarja finanszírozni a szociális biztonságot, az a végén azzal kell, hogy szembesüljön, hogy elfogy a pénz, az egész szociális biztonságot garantáló intézményrendszerről szól. Ugye 2008-ban ez történt, nyugdíj egy hónap elvétel, fizetés egy hónap, 13-szor emelték 8 év alatt a gázárát, 3-szorosára nőtt 8 év alatt a gázárát. Villanyára még duplájáé, a minimálbér szinte nem mozdult meg. Egy évi támogatást elvettek kisgyermekes anyukáktól. Tehát a gazdasági összeomlás vége a szociális biztonság elpárolgása volt. Ehhez képest 2010 után rezsiköltségeket először befagyasztottuk, aztán ahogy a biceszünk megnőtt, és úgy érezzük, erősebbek vagyunk, ugye idén január 1-től 10%-kal vártunk is, és most úgy tűnik, hogy biceszünk tovább nő, tehát bátran vállalkozhatunk egy következő hasonló gondolatra. Végig megőriztük a nyugdíjak reálértékét, sőt növeltük is, és a minimálbér 2010 óta nagyobb mértékben nőtt, mint korábban 8 év alatt. Visszaadtuk a családoknak a harmadik évi gyermektámogatást, bevezettük a gyermekek utáni adókedvezményt. Én nem állítom, hogy Magyarország az egy jóléti állam volna, de egy alapvető biztonság azért létezik Magyarországon, annyit azért állítható. Az élet nem könnyű, akik alul vannak, azoknak különösen nem könnyű, de van azért egy biztonság, amit ha a munkát nem utasítják el, akkor elérhető a számukra. De ez fontos, hogy ne utasítsák el a munkát. Van egy nagy vita, most már persze, hogy az új adórendszerre átálltunk, ez kevésbé jelentős, de azért emlékezzenek rá, nagy vita volt ez az arányos adórendszer kérdése. A mi ez filozófiai meggyőződésből fakadó jogi megoldás. Mi azt gondoljuk, hogy a szociális biztonság és a munka össze van kötve. Ezért csak az érhetheti magát szociálisan biztonság, aki valamilyen erőfeszítést tesz azért, hogy dolgozzon. Ebből pedig az következik, az embereket nem akkor kell megoldoztatni, amikor pénzt keresnek, amikor elköltik. Ezért alacsonyan kell tartani a jövedelemadót, és egy elfogadható, de relatíve magas szinten kell tartani a fogyasztási és forgalmi adókat. Ezt csináljuk. Az egyik legmagasabb forgalmi adórendszer, nem most a kulcs adó a magyar, és a legalacsonyabb, a második legalacsonyabb a dolgozó jövedelemadórendszer. 16%. És ha esélyt kapunk rá, akkor szeretném még azt megélni, hogy egy számjegyzetet a jövedelemadó Magyarországon, mert filozófia, ami azzal érdekes, hogy nem is kellene egy jövedelemadót fizetni. Még egyszer mondom, amikor költik, akkor adózzanak, ne amikor keresik, de nem hiszem, hogy felállható időmből ez elérhető, de az egy számjegyű esélye, az nem lehetetlen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egészségügy megmentése, ez volt a harmadik vállalásunk. A kórházrendszer összehozott létezőnek pénzügyileg a kormányváltás időpontjára, és úgy láttuk, hogy nem is menthető meg egy egészségügyi kórházi ellátórendszer úgy, hogyha azt az önkormányzatok irányítják. Ezért ezt az intézményrendszert az önkormányzatoktól az államhoz vontuk, úgy átszerveztük. Messze nem állítom, hogy tökéletesen működne, de hogy biztonságosan működik, kiszámíthatóan működik, gazdasággal racionálisan működik, ez az állítással azért már közel vagyunk. Mindenki ismeri, hogy megpróbálkoztunk a bérrendezéssel, rezidensek légyenek. Itt egy nagy komoly vállalásunk van még, amit rendbe kell tennünk, ez pedig a házi orvosok helyzetének a stabilizálása és javítása. Közben közbiztonság volt a negyedik, itt 90% körüli eredmény mutatott ki ez az elemző intézet. És emlékezzünk is vissza egy pillanatra, hogy mi is volt itt Magyarországon. Olyan régen volt, hogy ilyen akkora
különbség ahhoz képest, ami akkor volt és most van, hogy már nem is emlékszünk rá. Egyenruhás, félkatonai szervezetek masíroztak, mindenfajta rendőri föllépés nélkül szabadon Budapest és a magyar vidéki szállt. Romára lőttek hátba. Roma gyerekek. Sorozat gyilkosságot követtek el fai alapon. Nem egyszer, hanem sorozat. A Nokia-s doboz, egyre csökkenő számú rendőr, növekvő számú erőszakos bűncselekmény, emlékezzenek rá, 20.000 forint alatt gyakorlatilag szabadrablásról vagyunknak, nem tudom, emlékezzenek-e még rá, kísérték, 20.000 forint alatt szabadrablásról vagyunknak, ideológiak megvédve, nehéz nekik. Azt tudom mondani, hogy minden volt, csak rend és közbiztonság. Ebben a világban élünk. 3 év telt el, ennek nincs nyoma. Nem lehet egyenruhában masírozni. Félkatonai szereteknek végük van. Nem lehet sem fai, sem más alapon, de fai alapon szülőzni sem nem lehet. Sorozatgyilkosságokat szervezni, úgyhogy a rendőrség hónapokon keresztül nem jut egyről a kettőre. A rendőrök számát radikálisan megemeltük. Bevezettük a 3 csapás törvényt. Én nem vagyok rá büszke. Örülnék, ha nem így lenne, de azért a börtönben lévők száma 12.000-ről 18.000-re nőtt. Azt kell mondanom, hogy a zéró toleranciát, amit a kormány megkérdezett, a törvénytisztelő emberek érdekében bevezettük és következetesen érvényesítjük. Semmilyen kivételt nem fogadunk el, senki sem áll a törvények között. Demokratikus normák helyreállítása. Ha nem vesztettük volna teljesen a humorérzékünket, akkor egész nap kacagnánk, amikor a baloldal azzal viccelődik, hogy Magyarországon sérül a demokrácia. Mert hát mihez képes sérül? Hogy nézett ki Magyarország a demokrácia szempontjából, mondjuk 2010 előtt? Csak azt mondjuk, hogy Göszödi beszél. Azok beszélnek demokratikus normákról, és azoknak a problémáiról a Magyarországon, akik maguk is bevallották, a bevallás önkéntes volt, a közlés talán kevésbé, hogy gyakorlatilag becsapták az egész országot. És éveken keresztül. A koránál kormányzik az egész országot. Hogyan lehet beszélni demokráciáról, hogyha egyébként a kormányzati filozófia első tétele, hogy verd át a hazádat. Verd át a magyar embereket, csapd be őket. Manipulálj úgy, hogy hatalma van, hogy nem érdekes a valóság. Tehát azt mondom, hogy innen nézve, nem lehet eltagadni, hogy a demokratikus normák tekintetében is javulás következett. Könnyen lehet mondani, hogy onnan azért könnyű volt. Lehet ezt mondani, hogy könnyű volt, de attól az én tény. Ahhoz képest, amilyen állapotok itt voltak, 2010-et megelőzően ma egy világos, javítatott, de átlátható alkotmányos rend működik, amelynek az alapja az európai demokratikus normákból fakad. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ezek után hadd mondjak néhány szót végezetül arról, hogy akkor ez a magyar modell most van, vagy nincs. Nos, az igazság az, hogy a jelenkor politikusai óriási kockázatot vállalnak akkor, amikor maguk akarják eldönteni, hogy van-e magyar modell. Azt mondom, hogy ez talán jobb az elemzőkre, de még inkább a történészekre hagyjuk. Úgy az utókorra bízni, hogy megállapítsák, hogy volt-e magyar modell. Van egy másik iskola is, mert Churchill a másik álláspontban volt. Ő egyszer azt mondta, amikor egy döntést hozott, történelem feljegyzi ezt, így folytatta, ezt onnan tudom, hogy én fogom megírni. Én azonban azt gondolom, hogy nekünk nem ezt a Churchill iskolát kell követni, hanem inkább a szerényebbet, amelyik azt mondja, hogy dolgozunk, van a fejünkben egy filozófia, egy gondolkodás, egy koncepció, egy észjárás. Ebből föl fog épülni valami, hogy ezt kiérdemli-e majd a magyar modell nevet, hogy meglátja az utókor. Azonban van néhány dolog, amit biztosan leszögezhetünk, és nevezhetjük modell értékű elemének. A mai kormányzati politika modell értékű